Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a képviselői percek, és a vendégünk Perlai Zoltán, a 4-es választóközet DK-s képviselője, önkormányzati képviselője. Jó napot kívánok! Szép napot! Hát nagyon fontos kérdésről fogunk első körben beszélgetni, alig nincs is már egy év a következő önkormányzati választásig, és hát minden közvéleménykutatás szerint az ellenzéki oldalon a Demokratikus Koalíció a legnépszerűbb párt. Ön a Demokratikus Koalíció polgármesterjelöltje. Ugyanakkor a Momentumnak is van egy saját polgármesterjelöltje, sőt van jelöltje az MSZP-nek is, még a Jobbik is bejelentette, hogy lehet, hogy lesz jelöltjük, bár erről azóta nem beszélnek. De hát a két legerősebb párt mégiscsak a Momentum és a DK, az ellenzéki oldalon úgy néz ki. Lesz-e megegyezés? Mert egyelőre úgy tűnik, hogy ön sem kíván visszalépni a Havasi Gábor javára, Havasi Gábor sem kíván visszalépni az ön javára. Tehát ez egy konfliktus önök között, vagy mondjuk, ha stílusosak legyünk, vagy aktuálisak a forma egy nyelvén szólva, ez még csak az erőmérő edzés. Egyiket sem mondanám, egyiket sem mondanám, szép napot még egyszer. Én ezt egy természetes folyamatnak tartom, hiszen ellenzéki pártok sokan vagyunk, de közös a célunk. Most az, hogy sokan vagyunk, ebből sok minden egyéb dolog is következik. Például az, hogy egy ilyen választások előtt, ami mondjuk lehet, hogy közel van, vagy távol van, ez minden relatív az egy év, nyilván mindenki szeretne ebbe a versenybe részt venni, és aztán nyilván majd a győztes csapatnak a tagja lenni. Vannak olyan pártok és szervezetek, amelyek ezt, ahogy régen szokták mondani, ilyen füstös szobákban rendezik el, hogy ki lesz a jelölt. Csak zárójelben jegyzem, a másik oldalon a Fidesz, KDNP és egy párt szövetség, tehát ott is akár lehetőség lenne arra, hogy több jelölt közül válasszanak nyíltan vagy nyilvánosan a lakók. Nálunk ez történik. Ez megvalósult 2021-ben is, amikor az országgyűlési választásokra készültünk. Én ezt teljesen természetesnek tartom. De pontosan mi történik? Mert azért azt nem látjuk át. Tehát például a képviselőtestületben most lett egy frakciója a Momentumnak, tehát ők azt a trükköt alkalmazzák, már elnézést, idézőjelben mondom a trükköt, hát hogy megnyerik maguknak a képviselőtestületen belül a szövetségeseket. Állítólag még a Jobbikos képviselőt is szerették volna ebbe a frakcióba bevenni. Ezt én nem nevezném trükknek, ez teljesen szuverén joga a képviselőknek, hogy a szabályzat szerint két fővel frakciót lehet alapítani. Zárójelben az a két képviselő, aki most frakciót alkotott, de gondolom nem erről akarunk beszélni. Tehát a másik képviselőtársam is idézőjelben a Momentum jelöltjeként, civilként, tehát a Momentum mondott le ott egy képviselői helyről, és így egy civil jelölt indult, és ami meglepő nincs, 2019-ben ez a döntés nem született meg, akkor úgy gondolták, hogy erre nincsen szükség, erről nyilván nekik kell. Tehát akkor nem arról van szó, hogy az erőt, a pozíciót próbálják javítani Havasi Gábor mögött ezzel, hogy minél több ellenzéki pártot bevonnak maguk mögé? Nem tudom ezt hogyan értelmezni. A DK 2019-ben egy háromfős frakciót alapított, azóta is három fővel működünk. De a kérdésre visszatérve, tehát itt most valóban több jelölt van, de azt nyugodtan mondhatom, hogy a végén, mint ahogy a Hegylakó című filmben, és ugye a végén csak egy maradhat. Tehát arra készülünk, hogy egy közös jelöltje lesz a 22. kerületben az ellenzéknek, és arra készülök én személy szerint is, hogy ez a személy én leszek. Havasi Gábor tud már erről? Hogyne. Hogy nem, mi folyamat. Szólt hozzá? Mi rendszeresen egyeztetünk egyébként, sőt elindult a felkészülés is, és nem csak polgármester jelölt választásról van szó, nyilván ennyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy javában zajlik, sőt azt kell mondjam, hogy zárás előtti állapotban van azoknak a személyeknek a kijelölése, a kiválasztása, akiket az egyéni körzetekben szeretnénk elindítani. És ez hogyan zajlik? Mert ön azt mondta az előbb, hogy nem füstös szobákban. Akkor ez
mondjuk füst nélküli szobákban zajlik, vagy hogy nem, zajlik? Nem, hát ezt gondolom, hogy megkérdezi a fideszes képviselőktől is, hogy náluk hogy zajlik, mert engem is érdekelne. Nálunk ez úgy zajlik, hogy függetlenül attól, hogy melyik szervezet szeretne az adott körzetbe jelöltet állítani, erre nálunk pályázni kell. A DK-ban is, illetve a Momentumnál is, és az összes többi pártnál is, és utána az, hogy nagyjából milyen kritériumok alapján lesz valaki végül közös jelölt, az nem elsősorban attól, annak a függvénye, hogy most ki a legerősebb, most mondom én a DK nevében, hanem aki abban a körzetben talán a legismertebb, legelismertebb, akinek a munkáját ismerik, és a többi, és a többi. Tehát nem egy titkos dolog ez, nyilván végzünk helyi, akár ilyen kisebb körzeti felméréseket is, és bizony lesznek olyan körzetek, ahol új jelöltek fognak indulni pont azért, mert azoknak a kritériumoknak, ami egyrészt a mi elvárásunk is, másrészt meg a lakóké, annak nem felel meg, megköszönjük neki a munkát, és folytatja majd egy másik szereplő. Tehát ez egy teljesen nyílt folyamat, ugyanez a helyzet a polgármester jelölt választásnál is. Ha Havasi Gábor nem volt a képviselőtestület tagja sosem. Ön viszont Ön viszont mióta dolgozik a képviselőtestületben? Hát most ez nem volt egy sportszerű kérdés, mert... Hát bocsánat, nem a korára kérdeztem rá, csak arra, hogy azért ön már tapasztalattal rendelkezik Havasihoz képest. Még a múlt században kezdtem ezt a munkát. 1994-ben kerültem először az önkormányzatba, akkor még csak ilyen külsős, idézőjelben csak, mert ez is egy komoly munka volt, szakbizottságban. Itt olyan neveket tudnék mondani, akik ma már többnyire nincsenek is közöttünk, de kitűnő szaktekintélyek voltak, és az önkormányzati életben meghatározó szerepük voltak, a klasszikus hős 90-es években, amiket ma már nagyon el se tudunk képzelni önkormányzatiság szempontjából. Nagyon sokat tanultam tőlük. Tehát ez már egy negyed évszázados történet. Ezért is egy hosszú, hát azt nem mondom, hogy vívódás, de egy hosszú gondolkodás eredménye volt az, hogy én ezt elvállalom. Én azt gondolom, hogy lehet valaki polgármester rapid módon, véletlenszerűen, kis szerencsével, de sokkal inkább jellemző az, hogy, és ez a mostani polgármesterre is igaz, hogy egy szamár létrán végig kell menni ahhoz, hogy valaki az önkormányzati munkával egy kicsikét olyan biztonságosan tudjon eligazodni. Ez sok esetben még rám sem igaz, de körzeti ügyekről még nem beszéltünk, ott tudnék erre példákat mondani. Tehát azért nem egy egyszerű történet, az nem születik valaki polgármesternek. Egyrészt az jó dolog, hogy ismerik az embert a kerületben, sokat tett a kerületért, sokat dolgozott, mint önkormányzati képviselő. Másrészt ez némileg erodálhatja is ezt a személyiséget, hiszen állandóan benne volt a helyi politikában, tehát történhetnek olyan dolgok, amik nem tetszik azoknak, akik itt élnek. Hát megnyugtatom, a politikus pálya az pont olyan, hogy van, ami mindenkinek tetszik, és van, ami senkinek nem tetszik, na pont ilyen nincs. Tehát, igen, csak erre hivatkozva szokták azt mondani, hogy jobb egy civil jelöltet beállítani a választásba, mert az arra lehet, hogy többen szavaznak, hát mint hogy még, a pártlógók vannak. Ezt még a Fidesz se próbálta ki, úgyhogy ezeket majd neki is tegye fel ezeket a kérdéseket. Mi egyébként mi voltunk az elsők, akik ilyen pártszövetségbe civil jelöltet indítottunk, és ő egyébként nyert is. Tehát ez nem ördögtől való történet, de azt gondolom, hogy nyilván olyat nem lehet megcsinálni, hogy ez mindenkinek jó legyen, vagy mindenkinek tetszen. Nyilván arra kell törekedni, hogy ez az erodáció ne induljon el, vagy lehetőség szerint ez nagyon minimális legyen. Lesz a jelölt, akkor hány párt lógó lesz azon a plakáton, amin ön fog szerepelni? Az összes ellenzéki párt. Az összes? Ebbe biztos? Abszolút. Tehát már ott tartanak a megállapodások, hogy mindenki beállt. Nézze, abban nincsen vita közöttünk, sajnos a magyar választási rendszer nem ad más lehetőséget, mint arra, hogy azok a pártok, akik most, hát ezt nem szeretem ezt a kifejezést használni, de mondjuk a Fideszen kívüli világ, nyilván azért ott is vannak még olyan szereplők, akiket ebben nem tennék bele, de általában a Fideszen kívüli világnak csak akkor van esélye, hogyha azokat az értékeket nézi, amelyek közösek és ementén fog össze. Erre jó példa volt a 2019-es választás, akár a kerületi választás is jó példa erre,
hiszen a 12 választókerületből 10-ben így sikerült nyerni, és a polgármester választás is gyakorlatilag csak 1-200 szavazaton dőlt el. Nincs más lehetőség. Mi történik, ha mégsem sikerül megegyezni, akkor külön indulnak? Nincs külön ilyen. Lesz jelölt? Ezt háromszor is körbejáratjuk, nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen. Nem, csak másodszor kérdeztem szerintem. Nem lesz ilyen. Senkinek nem érdekel. Havasi Gáborral rendszeres kapcsolatban vagyunk, a héten is lesz két egyeztetésünk az előbb említett körzeti ügyekkel kapcsolatban, és ezt minden egyes alkalommal jelezzük is egymásban. Tehát nincs vita köztünk, ezt nem is kéne élezni. A cél közös. Most az, hogy hogyan jutunk el hamarabb a hegycsúcsra, ebbe lehetnek viták, de az, hogy mind a ketten a hegycsúcson. Nézze, én egy olyan személy vagyok, elég sokan ismernek itt Budafokon, hogy én inkább vagyok egy győztes csapatnak a második embere, mint egy vesztes csapat első embere, de ez nem azt jelenti, hogy kifordítsa a szavaimat. Igen, mert most még nem ért véget a beszélgetés, és már második, hogy én második szeretnék mondja magát. Tehát én az önkormányzati választásokon azt szeretném, hogy az ellenzék nyerjen, és végre változás legyen a kerületben. 2006 óta fideszes vezetése van a kerületnek. Itt most lehetne ezt mérlegre állítani, tudnék jó dolgokat is mondani, rövid erre az időkeret, és rossz dolgokat is. Itt változásra van szükség, és ehhez csapat kell. Csapatban gondolkodunk, és nem abban, hogy, és akkor így értelmezendő a mondatom, hogy nem az a lényeg, hogy ki vezeti ezt a csapatot, hanem az a lényeg, hogy ezt közösen vezessük. Én erre vállalkoztam, mármint ennek a vezetésére, és ebbe egyébként nagyon széles körű támogatás alakult ki körülöttem. Való igaz, a Momentummal még ezt kicsit finom hangolni kell, de én nagyon bízom abban, hogy ez sikeres lesz, és ez minél előbb hivatalossá is fog tudni válni. Eléggé elszaladt az időnk, de ha mondaná három dolgot, ami fontos ön szerint, hogy megváltozzon a kerületben, mi ez a három? Hát három dolog. Először is vannak olyan fejlesztések, amelyek körülbelül 30 éves történetek. Tehát aki régóta követi a kerületi közéletet, az pontosan tudja, hogy ilyen kulcsszavak, hogy grincing, sétáló utcák, Dunapart fejlesztése, strand megépítése, nagyon komoly járdafelújítások, útfelújítások, hosszan tudnám sorolni. Ezeket a feladatokat részben elvégzi most az önkormányzat, tehát most nem akarom feketére meg fehérre állítani a dolgot, de a prioritások mások. Például járdafelújítás, és akkor egy kis körzeti dologgal is hadd zárjam ezt az interjút. Most a körzetemben, a Széchenyi utcában lesz járdafelújítás, ezt a Gyűszi utca és a Háros utca között, egy kb. 200 méteres szakaszon. Erre pályázott az önkormányzat állami forrásból. 60 millió forintra pályáztunk 10 utcára, nem nyertünk. Egyébként ez egy ritka alkalom, hogy a kerület állami pályázaton nem nyer, más kerületek, szomszéd kerületet tudnám mondani, akik viszont szintén állandóan pályáznak, de soha nem nyernek. Na most mi is így jutottunk egyszer kivételesen. Nem volt erre önrész tavaly, idén viszont ez meg fog újulni. Ez is egy kommunikációs gond, amit szeretnék mondani, a háromba belefér, hogy ezt nekem, mint önkormányzati kerületi vagy területi képviselő úgy kellett kinyomoznom. Tehát az ezért felelős alpolgármester nem tájékoztatott arról, hogy ez a munka el fog kezdődni két hét múlva. Majd, hogy nem a lakóktól kellett megtudnom. Pedig napi kapcsolatban vagyok az önkormányzattal. Na ez is egy szemléletváltozás kérdése. Ilyen projektszerűen működik az önkormányzat, és amikor valami elkészül, valami terv, akkor ezt elindítják. Ez tök jó. Ezzel nincsen probléma. A probléma azzal van, hogy ezt elfelejtik kommunikálni azoknak, akiknek az a feladata, hogy képviseljék a lakókat. Na ezek apró dolgok, de mondtam komolyabbakat is, úgyhogy a hármat szerintem bőven kitöltöttem. Hát köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk. Elindul most egy kis politikai szünet így nyáron, de azért... Hát részünkről nem, mert a nyári időszak... Úgy gondolom, hogy senkinek a részéről nem, hiszen a most kampányidőszak a következik. A programalkotással fog eltelni, tehát szeptemberre szeretnénk egy olyan helyzetet teremteni, hogy gyakorlatilag készen állunk. Ez egy nagyon hosszú történet lesz.
6-8 hónapos kampány. A lakók ezből nagyon keveset fognak látni reményeink szerint, csak nyilván majd a végén, de nagyon, nagyon extrém helyzetbe kerültek a pártok, mert ugye egyszerre lesz Európai Uniós választás, meg önkormányzati választás. Szerintem erre sem a politikusok, sem pedig a lakók nincsenek még kellőképpen felkészülve és ráhangolva, úgyhogy van ebben még feladat. Önök Pellai Zoltánt, a DK önkormányzati képviselőjét és polgármester jelöltjét hallották és látták. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm, és jó pihenést mindenkinek a nyárra.